11. évfolyam, a jód oldódás a különböző oldószerekben. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan oldódik a jód benzinben, etilalkoholban, kálium-jodid oldatban, illetve desztillált vízben. Mindegyik oldószerből teszek egy keveset egy kémcsőbe. Mindegyikbe fogok dobni jódkristályt. Összerázom a kémcsövek tartalmát. A benzinben a jód nagyon jól oldódik lila színnel. Az etilalkoholban is jól oldódik vörös-barna színnel. A kálium-jodid oldatban is jól oldódik vörös-barna színnel. A desztillált vízben rosszul oldódik, de kismértékben igen. Nézzük meg, mi az oka a különböző eredményeinknek. A benzin apoláris molekulákból áll, jól oldja az apoláris jódot. Nem tartalmaz oxigénatomot, ezért a jód lila színnel oldódik benne. Az etilalkohol etil csoportja apoláris, ezért jól oldja az apoláris jódot. Viszont tartalmaz oxigénatomot, aminek nagy az elektronegativitása, és a jód elektronfelhőjére hatást gyakorol. Ezért a jód vörös-barna színnel oldódik az etilalkoholban. Nézzük meg a másik két kémcsövet. A vízben nagyon rosszul oldódik. A víz poláris oldószer, a jód apoláris, ezért nem oldódik jól benne a jód, viszont a jód elektronfelhője polarizálódik, kismértékben dipólusossá válik, és emiatt képes oldódni kismértékben a vízben. Láttuk, hogy hogyan lehet a vízben való oldhatóságát növelni, ha kálium-jodidot adunk a vízhez. Ugyanis a jodid ionok a jód molekulákkal triodid ionokat képeznek. A triodid ionok, mivel töltéssel rendelkeznek, ezért már jól oldódnak a vízben.